Tehát a demencia az ugye magyarul az elbutulást jelenti, tehát a már megszerzett ismeretanyagnak az elvesztését, amelynek két nagy csoportja van, az Alzheimer típusú agysorvadásos demencia és a vaszkuláris, a sztrókot követő demencia. A demenciának a fő tünetei az emlékezés működés zavara, elsősorban a megjegyző emlékezés zavara, tehát a rövid távú ismereteknek az elvesztése, aztán a betegség súlyosbodásával a hosszú távú memória is csökken. Ehhez hozzá tartozik még a gondolkodás zavar, a figyelemműködés zavara, és más pszichés tünetek is társulnak. Nagyon fontos a demencia korai felismerése, hiszen ha korán felismerjük ezt a kórképet, akkor egyrészt az alkalmazott terápia sokkal hatékonyabb, tehát nagyobb lehetőség van a betegség progressziójának a lassítására, vagy esetleg megállítására. Másrészt a beteg még olyan állapotban van, hogy dönthet a saját sorsáról, így meg tudja választani a kezelés módját, el tudja intézni mind a társadalmi, szociális funkciókat, és így akár megválaszthatja a terápia módját, és ezáltal a hozzátartozóknak jelentős könnyebbséget okoz. A demenciának több lépcsője van. Az egyik lépcső az, hogy mikor kell elkezdeni a terápiát, hiszen a kezelés lehet gyógyszeres kezelés, illetve egyéb kezelés, ami alatt beleértjük az agynak tulajdonképpen a agyműködésnek a forszírozását, különböző feladatok megoldásával, különböző konstruktív feladatok végrehajtásával, akár keresztrejtvényfejtéssel, akár beszélgetéssel, olvasással, kommunikációval, de egy nagyon fontos lépcső, amikor el kell kezdeni a terápiát. A következő fontos lépés az, hogy meddig képes önálló cselekvésre, illetve mi az a pont, amikor már gondnokság alá helyezésre szorul, tehát felügyeletre szorul. A gondnokság alá helyezést követően pedig még egy nagyon fontos kérdés van a demencia ellátásával kapcsolatban, hogy mi az a pont, amikor már nem tartható otthon, tehát állandó felügyeletre szorul, vagy pedig speciális demens betegeket ellátó otthonba kell őket elhelyezni, ahol állandó 24 órás felügyelet, állandó szakdolgozói felügyelet, időszakos orvosi felügyelet van, és ezáltal egy komplex ellátást tudunk a betegeknek biztosítani. Visszatérve a korai demencia kérdésére, nagyon fontos, hogy a neuropszichológiai vizsgálatok mellett élettani, illetve kórélettani vizsgálatokat is végezzünk, hiszen nagyon sok minden befolyásolja, mind az emlékezés működést, mind pedig a pszichés működést, így a vérnyomás, a pulzus, szívműködés, bizonyos laboratóriumi paraméterek. Mik a leggyakoribb első tünetek? A mindennapi életben a rutin feladatok végrehajtásában észrevett hiányosságok, észrevett csökkent funkciók, így például a vezetés közben sebességváltó használata például nem megy olyan gyorsan, nem tudja a telefont, a tévé, rádió készülékeket használni megfelelően és gördülékenyen, illetve elsősorban nőknél a főzés folyamatában vannak hiányosságok, megakadások, és ezeket észlelik először. Persze ez nagyon fontos, hogy nem csak maga a beteg, hanem a környezete is
nagyon korrektül együttműködjön, hiszen az ellátás folyamatában első a család, illetve a környezet, akik leghamarabb észreveszik ezeknek a tüneteknek a megjelenését. Aztán fordulnak a házi orvosi szolgálathoz, akiknek a feladata a gyanú felvetése, a demencia gyanújának felvetése, akár legalapvetőbb neuropszichológiai tesztek elvégzése, és ezt követően szakorvoshoz való irányítása, amelyik a tünetek jellegéből adódóan vagy neurológiai, vagy pszichiátriai szakellátást jelent. Mindemellett, hogy a demencia egészségügyi probléma nem csak az, hanem szociális társadalmi probléma, jogi kategória is, hiszen ugye nem tudja az önálló ügyeket intézni, ezért az ellátása nem csak orvosi szakdolgozói, hanem egy komplex feladat, amelyben a család mellett nagyon fontos a jogi háttér biztosítása, fontos a különböző pénzügyi, különböző egyéb társadalmi és szociális ellátó rendszernek az együttműködése is. A projekt kapcsán nagyon fontos az IONIS rendszer kidolgozása és alkalmazása, hiszen ennek révén az önellátás képességét tovább meg tudja tartani a beteg. A korai felismerésnek a másik fontossága az, hogy a demenciák egy része visszafordítható, reverzibilis. Ennek egy nagyon jó példája egy 72 éves férfi, akinek folyamatosan súlyosbodó neurológiai és pszichés tünetei voltak, feledékenysége fokozódott, már olyan szintre, hogy a feleségét sem ismerte meg, paranoid, tehát vonatkoztatásos gondolatok társultak hozzá, ezek cselekedetben is megnyilvánultak agresszióban, és a vizsgálatok folyamán kiderült, hogy tulajdonképpen az egésznek a hátterében egy reverzibilis elváltozást okozó pajzsmirigy funkció károsodás volt, amelynek a korrigálása után a tünetek teljesen megszűntek.